Beindult a húsvéti roham az élelmiszerboltokban. Az élelmiszerboltok a napokban tartják a nagy húsvéti akciókat, azonban a húsvéti sonka így is drága. Kötözött sonkánk az már jóformán elfogyott. Aki most akar ilyen paraszt sonkát csinálni, az már ne fogjon neki húsvét előtt, mert ezeknek 6-7 kell, mire beérik a showba. Már most csak gyorspácoltat lehet csinálni, de az nem olyan ízű. Hát mink igazán árulunk darabolt sonkát, szeletelt sonkát, ha nem akar megvenni egy egészet, elvágjuk. Van, akinek úgy kéri, hogy meg is főzzük. Az elmúlt 5 évben a gyártók és a szakmai szervezetek nagyon erős kampányba kezdtek az olcsó, gyenge minőségű sonkák ellen, így azok egyre kisebb szerepet kaptak a kiskereskedelmi üzletek kínálatában. Helyükbe jobb minőségű és drágább termékek kerültek, amelyek átlagos árszintje idén kilónként 2800-3200 forint között mozog. Előfordulhatnak olcsóbb termékek is, de a tarja, a combsonka vagy a dió már mind drágább. A füstölt termékek szinte mindenhol 3000 forint felett kezdődnek, a prémium kategória pedig 4000-ről indul, de a piacokon ennél minimum 500 forinttal magasabb kilónkénti árakkal lehet találkozni. A prémium termékek azonban csalókák, hiszen ezeknél nincs darabolás, egy-egy malac vagy disznó sonkáját egészben kínálják, így a végösszeg mérettől, súlytól, izomszövettől függően 20-24 ezer forintig is elmehet. Első paraszt lapocka, az olyan 15 ezer forint körül van. Nagy hátsó sonka, ami december óta állt a showba, az körülbelül 50 ezer forint. Ebben a kategóriában tavalyhoz képest duplázódás látszik, de az is lehet, hogy azért, mert a szuper és hipermarketekben a prémium kategória viszonylag újnak számít. Nem nagyon volt olyan gyártó, aki ezen boltok elvárásainak megfelelő csomagolásban hozott volna forgalomba a termelőihez hasonló minőségű termékeket. Így ebben a szegmensben a korábbi 1-2 évben a gyártók bevezető árakat alkalmaztak.